Na hát, itt is vagyunk. Eltelt egy éjszaka. Így áll a lakás, minden. Nem azt mondom, hogy romokban, de készülődünk. Nekem is van egy jó nagy hátizsákom. Remélem látszik. És a jelenlegi idő az 6 óra 20 perc. Ez megvan a kellő sötétség is, úgyhogy izgalmas lesz a kocsi út, remélem. Úgyhogy ja, majd azon is jelentkezek. Na hát, meg is érkeztünk ide a Cserépfalura. Innen indulni fog, jaj, ott egy kéregető kis kutyi. Innen fog indulni majd az egész verseny, hát nem igazából verseny, mi a 20 kilométeresen fogunk benevezni, tehát arra. És egyébként most még nem adják ki az induló cédulákat, vagy mi ez, úgyhogy ja, majd várunk egy kicsit, aztán jön a következő. Na hát, el is indultunk az útra, itt jön fel a nap, nagyon szép, kis nap felkelte, úgyhogy indulunk a, hát igazából onnan, ahonnan el kell indulni, ezt jól megmondtam, és hát igazából nem 65 lesz, 65 km lesz a táv, mert az nagyon hosszú, úgyhogy hát még majd meglátjuk, és majd akkor is tájékoztatlak titeket. Arra felé ott el vannak a Bükki hegyek, nagyon szépek. Ja, csak most pont fáktól most nem látod. Úgyhogy hát ott fogunk elmenegetni arra felé. Ja, jó lesz. Hát, itt is vagyunk, megérkeztünk az első túrapontra. Fú, de nagyon szép minden Cserépfalu. Wow, igazán gyönyörű. És most itt vagyunk, hát egy ilyen kilátón, ugye? Igen. Igen, egy ilyen kilátón. Mi megyünk feljebb. Megyünk, majd arra. És erre fogunk feljönni. És azon, ott, azon a hegyen. Aha. Ezen a hegyeken így keresztül, tehát, hogy ahogy mutatom, azokon keresztül megyünk. Végül is a 20 kilométeres távra. És ha nem nyomtatok a lájkot, akkor nyomjatok. Aha, feltétlenül. Szóval 20 kilométeres távra jelentkeztünk. Úgyhogy ja, indul a móka. Tényleg nagyon szép. Csodálatra méltó, figyeld. Ide elhallani az iskolából kiszűrődő hangokat a rajtról. De durva. Apa, ide elhallani a rajtról szűrődő hangokat. Wow. Igazán hát a szép. Aha. Hát most vagyunk a templommal egy magasságban. Na, arról a helyről lesz majd szép a kilátás. Wow. Hát ez tényleg nagyon jó. Remélem megír egy lájkot. Wow, és itt is vagyunk a kilátónál. Ja, ez egy ilyen kilátószerűség. Úgyhogy hát, most igazából ide fogunk felmenni. Ide a kilátóra felmegyünk. Nem kell felmenni. Nem? De fel lehet. Akkor mi menjünk? Wow, egy szép nagy zöld puszta. Szép, nagyon szép. Itt meg megbukok. Szuper. Kőfal is. Wow. Túrázok. Azon is, igen. Túrázok több tízei. Most nem látom, mert itt megyünk el a szélén majd. Aha. Megnézem a táblát. Na, itt is vagyunk. Geotóp első állomás. Millennium kilátó. Na, az egy jó dolog. Hát, nem tudom. Ide szerintem felmegyek. Ja. Nem tűnt soknak az, hogy mennyien vagyunk, ugye? Hát de, rettenetesen sokan vagyunk. Nézzétek meg, ez van vagy 100 ember, ugye? Sőt, több is. 1500. Osszal mindenit. Majdnem 3000 ember. Jézusom! Nyilván itt előttünk most nincs annyi, de azért elég durván vannak, tehát, hogy rendesen jövünk. Na, most egyébként lejöttünk onnan a hegyről, kilátóban meg sem mentünk föl, most síkterepen vagyunk, ha óra is, ha mutatná, de nem mutatja. 195 méterre magasságban vagyunk tengerszinttől, úgyhogy ja,
következő állomáshoz is elindultunk. Na, itt is vagyunk. Oda megyünk fel majd az ördögtoronyhoz. Még nem teljesen vagyunk az ördögtoronynál, ugye itt egy gyönyörű nagy rét, és minden tele van birkabogyóval egyébként. Tehát minden birkabogyós van, itt legeltetik. Amúgy az eleje már ott jár. Feljöttek itt, oda felmentek, lejöttek itt, és mennek át arra, és onnan mennek a subajuk felé. A subajuk felé mi is el fogunk menni, úgyhogy ja, itt közben vannak ilyen embermagasságú gazok, mindjárt megkeresek egyet, itt, vannak ilyen, nem tudom mi ez, valami csúnya, úgyhogy, így, jó tartós, na, kösz szépen, ez megérte, hogy letapossam, na, következő update, mikor megyünk fel az ördögtoronyhoz. Na, hello! Itt is vagyunk, ez igazából még mindig nem az ördögtorony, hanem a kaptárkövek. Itt vagyunk a cserépfalvai kaptárköveknél. Nagyon-nagyon durván szép, és arra én ott fel szeretnék menni. Arra hatalmas sziklára. De először ide, ahova Hanna gameplay is felmászott. Ja. Wow. Tényleg nagyon lyukacsos. Mintha bele lenne fúrva. Durva. Ott van, hogy hogy alakult ki a hegy. Igazából a vulkánból. Hát állítsátok meg a videót, és vegyétek szemügyre a diagramot. Jobban nem igazán látszik. És itt vannak a... Hát igazából a szép kis mindenség. Erre már házak nem igazán vannak. Viszont dombok azok nagyon szépen. Onnan amúgy nem biztos, hogy annyira látszik, de innen wow. Gyönyörű szép. Yeah! Hanna megmászta a hatalmas szikle. Én is hagyd menjek már fel oda. Na, közben addig mutatom nektek a tájat. Yeah. Na, így magasabbra jöttem. Úgyhogy hát, igen. De gyere ide fel, nem lindom. Most nem. Sokkal nem baj, ilyenek a kaptárkövek. Na, a következő állomás már az ördögtorony lesz, mert igazából ott van. Úgyhogy ja, hello. Itt is vagyunk az ördögtoronynál. Igazából... Hello, toboz. És... rip toboz. Na szóval itt vagyunk az ördögtoronynál. Hát ez igazából egy hatalmas kaptárkő, egy ilyen torony tufa, tehát hogy ez így hogy jött össze a lávának. Na mindegy, ott nem tudtam szemből felvenni, mert ott, hát ott vannak, úgyhogy hát ez az ördögtorony, igazán szépséges, amúgy tényleg szép, úgyhogy megtudtuk, hogy erre van éjszak, mivel erre nő a moha. Úgyhogy, ja, következő állomás a subajuk, ugye? Igen. Yeah! Na hát, még itt van egy kis... És a bácsi mindent elmondott. Ne veszek egyénk. Van egy kis megálló még a subajukig. Itt nem tudjátok, hogy milyen kellemes, hűvös. Okay. Ilyen nagyon-nagyon kellemes, hűvös levegő van, de tényleg rettenetesen. És még nagyon... Igen. Mi ott voltunk, mi ott megy voltunk. A patak. Apa, mi ott, nem ott. Apa. Wow. Hát nincs. Egy csepp sem. Wow. Tényleg hihetetlenül szép. Hú, nagyon kellemes itt a levegő, tényleg ilyen jó, híves, és jönnek a futók. Jönnek kutyus, jaj. Valaki. Szóval, ja, hú, nagyon jó híves a levegő, plusz még ez gyönyörű. Mi ez a barlang lakás, ide bemegyünk? Egy ilyen kis pihenő. Demenci. DL. Egy ilyen régi kis pihenő lehetett. Wow. Hát nem a legnagyobb, de wow. Szép. Kamerán keresztül jobban átjön a mohássága. Hú! És tök jó víz hangzik. Igen? Kutyó! Hello! Na, úgyhogy folytatjuk utunkat a subajuk felé. Na hát, hú! Egy nagyon hatalmas és meredek emelkedő jöttünk fel. Ahogy látjátok, bár nem biztos, hogy látjátok, 275 méterre vagyunk a tengerszinttől. És itt van egy gyönyörű fennsík hegytető. Nagyon szép. És elvileg oda kéne felmennünk az Ódorvárhoz,
de mi meg fogunk állni a oszlai háznál, elmegyünk meg a subajukba, meg az oszlai háznahoz, és addig, tehát hogy onnan már nem menjünk tovább, meg még vissza a városba, úgyhogy lesz egy kis városnéző túra is. Amúgy gyönyörűek a fák, tényleg nagyon szépek. Gyönyörű hétközben, nagy csíkok, igen, az égen, repülőktől ugyebár nagyon szép. Na szóval, hogy elmélem, hogy a következő már a Subajukban lesz a felvétel. Még változatlanul a Subajuk felé megyünk, és megyünk a Hor-patak mentén, ugye? Hát mondjuk ez most nem nevezhető pataknak. Egyébként ez egy régen egy jó út volt, itt volt a 18-as kilométerkő, 18 kilométerre vagyunk Kövestől. Úgyhogy, ja. És egyébként itt van a patakvölgy, vagy meder, bocsánat, meder. Ebben a patak nem igazán van. Szóval itt minden, tehát hogy olyan kis átlagos, szép völgyes kinézet. Szép kövekkel, minden, mohás sziklákkal, nagyon szép. Tényleg. Úgyhogy, ja, Subajuk felé indulunk. Vagyis már megyünk. Jó régen. Egyébként a... Hát nem látszik sajnos, de 220 méteren vagyunk, és ha emlékeztek, akkor 275-ön voltunk. Egy nagyon durvát mentünk lefelé, igaz? Tehát, hogy nagyon durván lefelé ereskedtünk. Úgyhogy a következő megállás a Subajuk. És látok, célegyenesben a Subajuk felé, de ilyen nagy, nem tudom kamerában, mennyire jön át, de nagyon durván emelkedő helyeken megyünk. Olyan, nagyon, beszorult a lábam. Nagyon-nagyon durván magasra. Mellettem van egy korlát, és itt ilyen nagyon, hát ilyen lépcsőszerű kövek, de nagyon nehéz a... Ja, nagyon-nagyon nehéz az egész útvonal. Nem az egész, de, ja. Nagyjából az egész. És ezt meg csak külön nehezíti az, hogy a kövek totál síkosak, mert ezt már rengetegen kijárták. Jézusom! Azért onnan lecsúsz, nem lenne egy jó dolog. Egyébként ott van egy kőbánya, nagyon szép. Van ott egy kis sárga fa. És mindjárt fent vagyunk, úristen! Esküszöm, nem csinálok semmit, és lecsúszik a lábam. Ez nagyon csúszós. Nem, mintha jég lenne. Annyira nem, de elég csúszó. Na, itt is egy 30 centis izé. Na várjál, de hogy lépek fel? Oké, sikerül. Hú, bakker, ha nem lenne itt a korlát, azért jó nehéz terem lenne. Csúte! Atya, úristen! Ez egy ilyen 30-40 centi széles út. Nagyon kevés. Tényleg. Ja. Fú! Nem veszem végig az utat szerintem. Hú, bakker! Ennyi elég volt. Meg kimélek titeket. Mindjárt ott vagyok. Na, darázs! Na, srácok, megérkeztünk. Itt van a Subajuk. Végre! Három darab videó után itt vagyunk. Durva! Durva néz ki ez az egész hely amúgy. Hú. Ez a por is. Nagyon durva. Valaki egy tisztent. Hát... Hú. Gondoljátok el, hogy itt emberőseink laktak. Tehát, hogy ide feljönnék azért nem lehetett könnyű. Unga bungáknak. Hú! Na! Wow! Itt akkor ki lehet jönni? Wow! Igen, itt van egy kilátó. Megpróbálok nem elbukni. Jújj! Na és akkor itt most felmászunk. Tényleg. Aha. Jó. Aha. Na, van hely. Tényleg 3-4 éve nem tudtunk feljönni. Fú. Hát szerintem még felmászok, addig abba adjam a videót. Felértünk. Hát ez gyönyörű.
ez nagyon szép. Nézd, ott a kőbánya is. Wow. Hát ez gyönyörű szép. Nézzük, hát látjuk. De jó. Igen, ellátni ott. Ott ellátni egyébként a tanyához is. Látni a tanyát, onnan jöttünk. Mező. Wow. És ott van kint kőbánya is. Olyan, mint egy vízesés, kővízesés. Nagyon szép. Tényleg szokott vízesés lenni. Mellettünk meg van egy csipkebog. Csipkebogyaubakor. Itt meg egy óriás hangja. Hello! Óriás hangja. Egyébként itt vannak olyanok is, hogy ilyen kőbe vált, ilyen csigák, de ilyen kövületek, nagyon durva. Majd azt is megpróbálom nektek felvenni. Úgyhogy ja, hát ez volt a Subayuki megállónk. Egyszerűen gyönyörű. Állítsátok meg a videót és gyönyörködjetek benne. Ez gyönyörű. Na. Jó, ne, felment. Na. Szóval itt le is jöttünk a Subayuktól, és itt van teljes valójában ez a kőbánya. Úgyhogy most megyünk az oszlai házhoz. Nagyon szép ez a kőbánya, tényleg. Gyönyörű. Figyeld azt a nagy lombos fát ott. Lombos sárga fa. Durva. Megasszik. Szépen kinő. Szépen és el tudsz közelíteni. Oké. És ott is. Ott ez a kis sárga, hogy megvan. Úgyhogy, ja. Nagyon durva. Úgyhogy megyünk az oszlai házhoz. Addig is viszlát. Darazsak csaptak egy jó nagy partit. Úgyhogy itt darázs parti volt, mert ettünk. Itt vagyunk az oszlány háznál. Hát nem egy extra ház, viszont itt a sok turista, kenyér, meg szörp, meg minden van. Ott van fent az ódorvár. Ráközelítek. Ott van fent. Nagyon szép. És egyébként ott, nem tudom, látszik-e, de ott jönnek emberek alul. Szóval nagyon durva. Ezt távcsőn keresztül is megnézzük, mivel van távcsőnk. Úgyhogy ja, ez volt itt az oszlányi ház. A legközelebb osványi, nem tudom, na. Szóval a legközelebbi megálló, darázs volt. Legközelebbi megálló az már szerintem csak a falu néző túra lesz, mivel ez volt nekünk az utolsó állomás, nem megyünk teljesen a 20 km-es se végig. Úgyhogy ja. Következő a falu túra lesz majd. Arra megjelentem, hogy kiértünk a földútról, onnan jöttünk, nagyon durván messziről, és most teremete étteremnél találtunk egy trambulint. Yeah. Hajj, mutassam még valamit! Igen. És én is, figyeljetek! Itt mellettek. Ne. Nagyjár. Majd fogom én. De megpróbálok szajtozni, hát okay. Nem tanultam. Na. De hajrá. Na, nyerünk. Nyerünk. Jó, nem rossz. Ne. Na szóval, legközelebb akkor jelentkezünk, mikor visszaértünk az iskolába. Honnan indultunk. Nyomjuk yeah. A lelket és kiretkezünk. Lassít a hihet fejét. Oly. Na. De megérde lehet. Itt is vagyunk. Hát, igen, most sétálunk a Cserépfalui egyenesben. Most próbálunk bejutni Cserépfalura egyébként. Tehát, hogy még egy 3-4 óra, kb. Ugye 50 perc 3-4 óra, és beérünk Cserépfalura. Nem mutatom a rendszámot. Beérünk Cserépfalura, és akkor egyébként meg tudom mutatni, hogy hol jöttünk el. Ott arra felé van a kilátó, az most nem látszik, de ott feljöttünk, tehát itt feljöttünk, lejöttünk ide a nyaralóra, aztán ott megint fel, ott emlékszitek az a kőbánya, ott a Subayuk, az a Subayuk apa? Nem. Nem? Ja, igen, hát tényleg. Igen, ott az a kőbánya, aztán ugye elmentünk arra felé, ott azt, mindjárt mutatom, azt a hegyet ott megkerültük, lejöttünk a hátamögött, ott volt az oszlai ház, aztán megkerültük ezt a közeli hegyet is, ott volt a Subayuk, és hát így ennyi. Tehát, hogy erre jöttünk. Jó, erre jöttünk, és ugye most megyünk az egyenesben, úgyhogy nem sokára.
jelentkezek is már iskolai. Egyébként ott az iskolában majd lesznek sütikék, finom kézzel készített sütikék, és egyébként már látni a templomot is, mindjárt mutatom, hogy a templom az ott van. Ott a templom, na szóval mindjárt odaérünk, kézzel készített süti, úgyhogy vissza is értünk ide az iskolába. Nagyon király, itt árulnak sok-sok sütit. Éppen most kóstoljuk meg a fincsi somlói galuskát. Ugye, hogy finom ízlik. Szóval mindenki eregél be. És valószínűleg venni fogunk egy pólót, de ez nem biztos. Meg valami relikviát, Pünki Nemzeti Parkos relikviát. Ez még nem biztos, a pólót majd meg fogom mutatni. Úgyhogy ja, visszaértünk, és hát ja, majd akkor jelentkezek a pólóval. Hello! Na, srácok, meg is van a pólóm. Ilyen, hogy igaz tükröző van, de ez leveli béka, ez varangyos béka, ez meg mi ez? Ez, na. Nézzétek az én szuper kis izémet, Maci. Béka, ez egy maci. Kötött maci. És a hátamon is van egy olyan, hogy béka az úton, és hogy közutakon is védelemre szorulnak, ugye ez így van. És hát ezt a pólót választottam magamnak igazából, mert majd még kapunk kitűzőt, úgyhogy tökre zöld leszek. Úgyhogy ja, ez volt a póló, és szerintem már csak a hazamenéssel fogok jelentkezni. Na, hát srácok, igazából ennyi lenne ez a kis napi vlog. Kicsit hosszú esik el, de tudom, de igazából ez... Kaptam egy rekító pólót! Jaj, lesmázaros póló kapott a sem. Úgyhogy, hát igen, ez nekünk beletellett tegnap este, hát 9-től, ugye? 9-től ma délután 3-ig beletellett nekünk ez a napi vlog. Egyébként ott a hegy, ahonnan jöttünk le. Úgyhogy nekünk ez majdnem beletelt egy egész napunkban, tehát hogy remélem, hogy azért tetszett, és remélem megéreznétek egy lájkot, mivel azért próbáltuk úgy minőségileg összeszedni azokat a pillanatokat, amikor úgy tényleg jó volt, meg ott voltunk a nevezetességeknél. Szóval ja, ez a napi vlog igazából ennyi lenne, ami két napi vlog, úgyhogy ha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, és én Domicraft voltam. Sziasztok! Egy forduló.